Január első hetében több, mint 11 ezeren fordultak házi orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint. A felső légúti panaszok dominálnak, láz, torokfájás, köhögés, orfolyás, tagfájdalom. Ezek elsősorban influenza-szerű tünetek, illetve még előfordulnak a hányással, hasmenéssel járó kórképek. Mind az influenza, mind a Covid előfordul. Szerencsére fatális kimenetel nincs, nem volt még. Tehát kórházi kezelés, kórházi ellátás például egy betegem sem igényelt például Covid miatt, de vannak Covidos esetek. Dr. Szabó Gábor háziorvos szerint az esetek ritkább esetében fordul már csak elő a koronavírus, ami a rendkívül erőteljes mutációs hajlama miatt folyamatosan képez új és új variánsokat. Tehát az, hogy megjelenik egy új variáns, nem jelent nagy meglepetést és nem ad okot aggodalomra, hiszen a tünetek enyhébbek. Olyan célzatban, hogy szakmailag indokolt, hogy tudjuk, hogy Covid vagy nem Covid, vagy egyes munkahelyeken még folynak a tesztelések, ez a betegeim nagy többsége, akár magánszolgáló vesz Covid-tesztet és nézi magát, és előfordul, tehát van még Covid, illetve az influenza. Emellett pedig a felülfertőződés kapcsán előfordul a tüdőgyulladásra esetek, amikor például antibiotikum kezelése is kerül sor, de szerencsére mondom, kórházi ellátásban még nem kell senkinek részesülnie. Az időjárással összefüggésben a légzőszervi vírusok terjedése sajnos nagy segítséget kap. A környezetben ezek a vírusok jobban és tovább terjednek, tovább tudnak élni, és emiatt könnyebben okoznak fertőzést.